tekintetes vendégeink, én is nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és felhívom a figyelmüket egy nagyon szép ábrára, ami mögöttem van. Kettőre is. Elsősorban erre gondoltam. Többen talán ismerik ennek a programnak ezt a szimbólumát, amelyikben nagyon szép virágok kapcsolódnak össze egymással. Mondhatnánk talán azt is, hogy szinergiába összefordul. Ez a szinergia, ez egy nagyon jó szó, hiszen akkor, amikor ezt a programot tervezte az irányító szerv, társadalmi felzárkózás, és bevonta ebbe az oktatási hivatalt, akkor azt gondolom, hogy maga ez a szoros együttműködésben való gyümölcsös produktum jutott eszünkbe mindannyiunknak, hogy hogyan lehetne a társadalmi felzárkózásnak ezeket a probléma területeit úgy egybefűzni egy projektbe, amelyik projekt utána az oktatási hivatal bázisán tényleg ki tud bontakozni és meg tud valósulni. Ezek a tulipánok valahogy ezt is mutatják, hogy a projekt céljai, amelyek nagyon sok területet fednek le, és itt nem a Bajsejnek a céljairól beszélek, hanem az EFO 317-es nagy projektnek a céljairól beszélek. Ezek hogyan kapcsolódnak egybe, és hogyan kapcsolódnak össze az oktatási hivatal egész rendszerével. Egy laikus számára, aki korábban nem volt kapcsolatban az oktatási hivatalba, talán felmerülhet ez, hogy mi a gondot keres egy állami kormányzati hivatal, ahol mindenféle határozatokat gyártanak egy társadalmi felzárkózás projektben, hát azt ilyen remek szervezetek magukban is biztos el tudják végezni. És mi megpróbáltuk azt a küldetésünket megvalósítani a kollégákkal közösen, hogy összekapcsoljuk az oktatási hivatalnak azt a tudását, ami az alapműködésből következik, tehát az adatainkat például, az adatelemzői kapacitásunkat, az országos pedagógiai szakmai szolgáltatások nagy rendszerét, hiszen az egész országot lefedjük éves szinte több mint 20 000 szakmai szolgáltatásra az óvodák, iskolák számára, kapcsolatban állunk több mint 1500 szaktanácsadóval, hogy ezt a tudást, ezt hogyan tudjuk összekötni magával a projekttel, és a projektnek a céljait ezen háttér back-office szolgáltatása, hogy ilyen idegen szót mondjak, tulajdonképpen megvalósítani. És ez a projekt azt gondolom, hogy egy nagyon jó példája lett, hiszen az egyes alprojektek ebben az EFOP 317-ben, így a Barisei alprojekt is, tulajdonképpen egy ilyen szinergikus együttműködésbe egy irányba mutat, abba az irányba, hogy társadalmi felzárkózást kívánunk biztosítani az eredeti projekciók mentén, olyan támogatási formákkal, amelyek az alprojektek erőforrásait felhasználva, végső soron az iskolákban, a tanodákban, a tanárjelöltekben, vagy akár a roma származású nagylányoknak a társadalmi beilleszkedésébe fognak kifejtődni és összekapcsolni. Úgyhogy az előadásom az tulajdonképpen erről fog szólni röviden, hogy ezt a nagy projektet gyorsan megpróbáljam Önöknek bemutatni, hiszen itt sokan ülnek olyanok, akik nem ismerik az egész nagy EFOP 317-es konstrukciót, ennek csak egy szeletét, de egy fontos szeletét a Barisei. Ennek a projektnek a célja tehát alapvetően az volt, hogy az iskola, az tanoda, a pedagógikum egésze és a társadalmi felzárkózás úgy kapcsolódjon össze, hogy ezáltal a fiataloknál csökkentse a kudarcokat. Csökkentse a kudarcokat egyrészt az iskolai felzárkózás támogatásával, és ezáltal csökkentve az iskolai lemorzsolódást. Másik oldalon pedig az iskolából kilépő, vagy már oda már nem járt fiatalokat mégiscsak megkanalizálja és hasznos tudáshoz jutassa, de mindenképpen megáldja azon egy társadalmi beilleszkedésnek, azzal együtt, hogy kapcsolatokat épít ki a projekten belül is, meg a projekten kívül is más szervezetekkel. Itt ugye elhangzott az előbb a tanodák világa, hiszen ebben a projektben az a kör is egy, gyakorlatilag szerintem egy kicsit ilyen főnix vadászszerűen újra élet is kibontakozott, hiszen nagyon nagy számú tanoda kapott nagyon komoly szakmai támogatást. Tehát ezek a hátrányon kompenzációt növelő programok, ezek nagyon-nagyon fontosak voltak annak az érdekében, hogy magát ezt a programot megvalósítsuk sikerre. Nagyon szisztematikus, struktúrális ábrát látnak itt, ami talán azt mutatja Önök számára, hogy a hátrányos helyzetű intézmény fejlesztése, a szervezet fejlesztése nagyon fontos terület.
Tehát nagyon sok iskola küzd azzal, hogy hát hogyan lehetne úgy működni szervezeti struktúrában, akár iskolaként, vagy akár még óvodaként is, hogy ott a vezetés, a szervezési funkciók, a tervezés, a nevelőtestület együttműködése a gyermekek érdekében tényleg szakszerűen valósuljon meg. Úgyhogy az intézményfejlesztési alprojektünk volt az első, ami a kiválasztott intézmények nagy számába támogatást biztosított ezekhez a fejlesztésekhez. Egy ilyen módszertani támogató hálózatot hoztunk létre, erről később lesz szó, felsőoktatási intézményekkel együttműködésben. A harmadik alprojektünk volt a tanodák köre, mint egy középső elemennek a nagy projektnek. Volt egy második esély, iskolák szakmai támogatása, és hát maga a Roma lány alprojekt, és ugye ez az öt alprojekt adta végső soron az FOP 317-nek a teljes területét, és ha megnézzük, akkor ebbe kimondott a roma származású lányoktól kezdve a társadalmi hátrányokat kompenzáló esélyteremtő középiskolák módszertani gazdagításán keresztül a nem iskola rendszerhez tartozó, hanem egyfajta egy szociális támogatást adó civil szervezetek, egyházak, állami fenntartók által működtetett tanodáknak a módszertani gazdagítása, a felsőoktatási tanárképzésnek a bevonatala ebbe a folyamatba, mert én mi azt mondtuk kezdetekről fogva, hogy nagyon-nagyon jól tud működni egy egyetemi gyakorló intézményben a módszertan, és jól is működik, de egész biztos, hogy a helyettes államtitkár asszony, hát az előbb kivetített Tiszabúra-Tűszabúj vonalon az iskolákban, akik ott dolgoznak, egész biztos sok módszertani fogást ismernek, amit lehet, hogy jó lenne, hogyha ők mutatnának be a tanárjelölteknek, a pedagógus jelölteknek, mert életszerűvé válik a dolog, és jobban fog hangozni számukra. Így a felsőoktatási kapcsolat és hát maguk a iskoláknak a világa, a szervezetfejlesztési támogatása foglalta keretbe ezt az egész FOP 317-et, és ebben horizontálisan pedig bele kapcsolódtak azok a folyamatos támogatások, amik akár a pedagógusok képzése, továbbképzése vonalán segítették őket arra, hogy megismerjék ezeket a módszertani fogásokat, amik ehhez a dologhoz kellenek, tehát a mentorokat, a segítő személyzetet, a tanárokat, igazgatókat, vezetőket fel kell készíteni erre, és ebben pszichológusok, gyógypedagógusok segítették az intézmények munkáját, tehát ez a projekt is hozzájárult ahhoz, hogy az oktatási hivatal úgymond létszáma jelentősen megnőtt a projekt idejére. Ezeket a kollégákat felvettük, alkalmaztuk, tehát önöket, hiszen sokan vannak önök közül, ezek közül a szakemberek közül itt ülnek, és stabilan biztosították ezekben az iskolákban a projekt futamidő alatt a külső módszertani támogatást. És hát ezentúl menően persze a tabuk nélkül, akár a korai szexualitásnak az esetleges veszélyei, vagy a drogfogyasztás, tehát ezek a horizontális témák is mind megjelentek, és beépültek az iskolák világába, a tanodák világába, hogy a fiatalokat felhívják ezeknek a cselekményeknek a nagyon komoly veszélyeire. Az intézményfejlesztési lábban, hiszen ha itt látták, az első lába az ugye az intézményfejlesztés volt, az intézményi mező, ugye az gyakorlatilag egy 150-es körbe valósult meg, és ebben a projekt az egész országra fókuszál. Ugye Magyarország nem olyan, hogy akkor most csak Borsodaba vagy Zemplénben vannak hátrányos helyzetű iskolák, tehát erről szó nincs, hiszen ugye hogy Dél-Baranyában, vagy akár Dél-Alföldön, vagy akár Budapesten is találunk valamilyen számban ilyen intézményeket, úgyhogy ez egy 150 intézményt látnak két számmal eloszlani ezen a térképen. Azért ez jellemzően az ország dél-dél-keleti, keleti, észak-keleti része beleért a Nógrádot is, vagy a Heves megyét, és a módszertani partneriskoláink, akik a felsőoktatási intézmények tanárképzőkkel szoros együttműködésben dolgoznak jelenleg is, azokat pedig a barna szám mutatja, hogy hány, milyen köznevelési intézmény iskola került bele ebbe a projektbe. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon gyümölcsöző együttműködés volt, és jól látszik, hogy azok az intézményfejlesztési módszertani támogatások, amiket kidolgoztak önök, a kollégáink, és a köznevelési intézmények számára biztosítottunk a projektbe, ezek beépültek, gyümölcsöznek, fenntarthatóvá válnak. Nyilván azért a utánkövetés, a támogatás az feltétlenül szükséges, mert az látszik minden ilyen esetben, hogyha úgy elengedünk egy projektet, azért az bizonyos helyeken meg tud gyengülni, elfújnak az erőforrások, de ha van utólagos